Gyertek be! Megmutatom a szobámat! Azonban srácok, ez nem egy átlagos rumtúr lesz, hanem rumtúr kicsit másképp. A szobám elég kicsi, azonban nagyon jól fel van szerelve. Bejárat mellett látható a ventilátor. Mármint, amiről sokan azt gondolnátok, hogy egy ventilátor, de én igazából arra használom, hogy olyan legyen a hangom, mint T-Pain-é. Autotune bekapcsolva. Baby girl, what's your name? Let me talk to you. Tovább haladván egy polcot láthatunk, ami nagyjából már le lett pakolva, azonban a felső polcon régen itt voltak a DVD-k, valamint a kamerás dobozok, és három darab 3D-s szemüveg. Ugyanis kinek is kéne egy darab 3D-s szemüveg, amikor lehet három darabod is. Az alatta lévő polcon voltak régebben a könyvek, azonban már csak szuvenírek maradtak, mint például Velencéből, Star Wars 7 premier, egy barátságkavics, a Kressz vizsgám, valamint a jogsi megszerzése, és a Costa diadéma a hajó. Ez alatt egy 3 éves crackers található, valamint az összes tankönyvem. Pff, ez meg micsoda? Alatta iskolalapok, valamint dogák. És a legalsó polcon kábelekkel találkozhatunk, valamint további filmes cuccokkal, mint a kamerastabilizátorral, az 5:1-ben fényvisszaverő. A polctól balra van egy íróasztal, egy géppel, egy Xbox-szal, egy TV/monitorral, és egy 5.1-es hangrendszerrel, amiből csak 2 található itt. 2 az ágyomnál található. Egy pedig el se fért a szobámban, mert olyan kicsi. Az asztaltól balra található az időgépem, mármint az ágyam. Látok, most azt mondanátok, hogy időgép, hát olyan nincs is. Hát figyelj, én este 11-kor belefekszem, és másnap 11-kor kikelek belőle. Szerintem nem ugyanabban abban vagyok, úgyhogy időt utaztam. Ágyam mellett egy komód, egy számológép. Miért van itt? Ja igen, tudom, mert néha este felkelek és hát matekozni támad kedvem. Egy meg egy, az kettő. Egy meg kettő, az három. Valamint egy pisztollyal, mert sosem tudom, hogy mi fog velem történni álmomban. Te! De nem nekezd ki! Fegyver van nálam! Fel a kezekkel, kis köcsök! Azonban, ha tudni szeretnétek, hogy mi a legjobb és legérdekesebb hely a szobámban, az ágyam alatt van. Ugyanis itt mindent meg lehet találni. A tegnapi gatyámat, üres vizes palackokat, tankönyveket, egy 3 hetes szendvicset. Ágyos jó. És egy 5000 éves múmiát. Na jó, na menj vissza. Többen kérdeztétek, hogy van-e háziállatom, és pont most jött ide érdeklődni a cicám, úgyhogy meg is mutatnám őt. Úgy neveztük el igazából, hogy Pá úr, ez egy indiai név, nem tudom már miért ezt adtuk. Gyere ide, Pá úr, gyere! De amikor sok vendég jön, gyere már, gyere! Amikor sok vendég jön, akkor ők csak úgy hívják őt, hogy Pá úr, cica. Na most látok, ennyi lett volna ez a room tour. Én azt kérdezném meg tőletek, hogy melyik volt a szobámnak a kedvenc része, írjátok meg a kommentekbe, és hogyha minimum egyszer elmosolyodtatok ezen a videón, akkor tudjátok mi a dolgotok, osszátok meg minden ismerősötökkel, és mondjátok nekik, hogy iratkozzanak fel, mert hogyha nem teszitek, akkor elküldöm a múmiámat az ágyam alól a ti ágyatok alá. Mondanám, hogy csak velem ilyen barátságos, úgyhogy vigyázzatok! I have no idea Hungary kijelentkezik, sziasztok! Wow!